Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Esti Mérleg című műsorunkat látják. Harmadik alkalommal rendezték meg városunkban a Nemzeti Pedagógus Kar megyei szakmai konferenciáját. A megyeházán szó volt többek között a digitális tanulás lehetőségéről, a vezetői életpályamodellről, az iskolákban használandó Kréta programról, de a GDPR alkalmazása is terítékre került. Erről lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A Tóparti Gimnázium diákjainak műsorával kezdődött a pedagógusok számára szervezett szakmai találkozó. A konferenciára a megye minden részéről érkeztek oktatással foglalkozó szakemberek, hogy a szakmát érintő legfrissebb információkhoz juthassanak. A Nemzeti Pedagógus Kar országosan is keresi a lehetőséget, hogy segítse az intézmények munkáját. A területi szerveknek pedig szintén kiemelt és elhivatott feladata kell, hogy legyen, hogy a helyi pedagógusok körét meg tudja szólítani azokkal az égető kérdésekkel, problémákkal, területekkel, amelyekkel kapcsolatban első kézből lehet információhoz jutni. Miután ismerjük ezeket a témákat, mindig a legszakavatottabb előadókat keressük meg, hogy ezekre választ lehessen kapni, és amikor összeállt az a konferencia anyag, ami körülbelül egy 3-4 előadást ölel fel, akkor elkezdjük az iskolákban, óvodákban szervezni a kollégákat, hogy szíveskedjenek eljönni, hiszen itt meg fogják kapni azt a választ közvetlenül, amely mindenkinek a mindennapi munkájához szükséges. Most harmadik alkalommal kerül megszervezésre ez a szakmai találkozó. Milyenek az eddigi tapasztalatok? Én nagyon nagy izgalommal csináltam végig az első alkalmat, hogy vajon tényleg elérjük-e azt a célt és azt a minőséget, amely a pedagógusok oldaláról elvárt velünk szembe. Nagyon jó visszaigazolásokat kaptam, és ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy a következőket is hatalmas lendülettel és szeretettel állítom össze és szervezem le. Ebben természetesen segítségemre a megyei elnök Szabó Júlianna van, úgyhogy ketten vállaljuk fel ezen a területen ezt a feladatot. Az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett az új NAT-ról, és a NAT-nak egy olyan területéről, ami a digitális tanulással és oktatással került össze. Nagyon örültem annak, hogy ennek a területnek a vezetője, aki az oktatás, kutatás és a tantervek átalakítása, kialakításában vezető szerepet kaphatott, ő lesz az, aki elsősorban arról fog beszélni, hogy a digitális tanulás, a digitális oktatás hogyan fog tudni becsatornázódni a mindennapok oktatási területére. Én azt hiszem, hogy egy jó bizonyíték lesz most arra vonatkozóan, hogy az iskolában a közösségi tér és az online tanulás egy teljesen új dimenziót fog adni. Hajnal Gabriella, a Klebersberg Intézményközpont elnöke azért érkezik hozzánk, hogy két területet említsen fel, és mutassa meg, hogy merre tart ez az irány. Az egyik az, ami minden iskolában bevezetésre került szeptembertől, a Kréta rendszerével kapcsolatosan fogja a tapasztalatait és a továbbfejlesztés lehetőségeit elmondani. És ami az intézményvezetőként nagyon-nagyon izgatja, egy intézményvezetői életpálya modell is ott van már az egyeztetések asztalán, remélhetőleg minél gyorsabban ez élesbe is lesz értékelhető, és ezzel kapcsolatosan fog információt mondani. Az egész országot foglalkoztatta május 24-e után a GDPR bevezetése. Természetesen ez az oktatási intézményekre is érvényes, és hát bizony még egyenőre sok minden területen eléggé sötétbe tapogatózunk, úgyhogy nagyon örültem, hogy dr. Kozák András közoktatási szakértőt, ennek a témának a szakértőjét fel tudtam kérni, és el tudtam hívni azért, hogy itt Székesfehérváron erről beszéljen nekünk. A következő előadás viszont a pedagógus kar elnök helyettesét lesz hallható, hiszen akkor fogjuk jól tenni a dolgunkat, hogyha a hálózatosodásnak minél nagyobb területét tudjuk meghódítani, és pontosan erre szeretnénk a hangsúlyt fektetni. Remélem, hogy olyan erővel fog hatni, hogy a következő alkalommal arról fogok tudni beszámolni, hogy ez igazán nagyon jól sikerült tevékenységünk lesz. Petrin László a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója, aki korábban pedagógusként tevékenykedett, kollégáiként üdvözölte a konferencia résztvevőit. Én amikor pedagógusként kezdtem a munkámat, akkor
határozott meggyőződésem alakult ki az első évek után, hogy a pedagógus nem csak értékközvetítő, hanem értékteremtő munkát is végez, sőt, ha másképpen fogalmazok, akkor azt is mondhatom, hogy a pedagógus gyűjtő és gyújtópontja azoknak az ismereteknek és a hozzá kapcsolódó kulturális értékeknek, amelyet szeretne és kíván átadni tanítványainak. Ebből adódóan minden időben a pedagógus kulcs szereplője az iskola falai között zajló pedagógiai folyamatoknak, és mindig kiemelt társadalmi figyelmet érdemel a pedagógusok munkája. A Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke az eddig elért legfontosabb eredményekről és a jövőbeni tervekről adott tájékoztatást. A pedagógus kar tevékenységével, feladatai és céljaival foglalkozok a mai előadásom során. Leginkább nekem személyesen az a feladatom, hogy a pedagógus kar hálózatosodását felügyeljem és ezt kísérjem szemmel, illetve ahol tudok, ott mindent tegyek meg annak érdekében, hogy ez tökéletesen működjön. Leginkább az a fő célunk, hogy jussunk el minden egyes intézménybe, és legyen minden egyes intézménybe egy olyan pedagógus, aki a pedagógus karnak aktív tagja. Ugyanis a pedagógus kar feladata nem más, mint egy nagyon gyors információszállítás. Egy olyan csatorna vagyunk, ami a gyakorlati megvalósítás helyén dolgozó pedagógusok és a döntéshozók, a minisztérium és a fenntartó között működik. Felmerülő problémákat, a létrejött újításokat és jó dolgokat közvetítjük nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hamar. Ezáltal sikerül egy olyan feladatot ellátnunk, ami felgyorsíthatja a jogszabályban és a jogszabályok meghozatalában az optimalizálási lehetőséget. Hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni, milyen gyakran van alkalom a személyes találkozásra, mondjuk a mai alkalom is pont egy ilyen? Isten igazából ez a leglényegesebb dolog, hogy a pedagógusok bizalmát a közvetlen kapcsolattartás, a személyes találkozás határozza meg leginkább, és emiatt a pedagógus kar elnöksége, illetve a pedagógus kar vezetői, legyen az megyei vagy országos, lehetőleg megteszünk mindent annak érdekében, hogy minél több helyen, minél több iskolába, vagy ha nem iskolába, akkor ilyen kis konferenciákon vagy megyei rendezvényeken tudjunk jelen lenni, és ott tudjuk elmondani azt, hogy mik azok a dolgok, amiket eddig tettünk a pedagógus társadalomért, mik azok, amiket szeretnénk, és természetesen azt is, hogy mondják el ők maguk, hogy mi az a probléma, mi az a gond, ami az ő munkájukat esetleg érinti, illetve melyek azok a nagyon-nagyon jó dolgok és jó gyakorlatok, amelyeket segítünk megosztani. Tagságot illetően lehet-e tudni szemszerűen, hogy hányan vannak ebben a karban? Természetesen. Isten igazából a törvény erejénél fogva minden magyar pedagógus, aki állami intézménybe vagy óvodai feladatellátásban, önkormányzati fenntartásban dolgozó közalkalmazott a pedagógus kar tagja, tehát ez mintegy 160 ezer fő. Ez a kötelezettség az viszont, vagy kötelezőség viszont nem azt jelenti, hogy aktív tagok is. Azt szoktam erre mondani mindig, hogy ez a szerződésben rögzített pedagógus kari tagság, ez egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy elmondja mindenki a saját véleményét, elmondja mindenki azt, hogy mi az, amit jó csinál, vagy mi az, ami probléma a munkája során, és ezáltal a lehetőséget, ha tudunk élni, akkor meg tudjuk változtatni esetleg azokat a jogszabályokat, amelyek a munkánkat nem negatívan befolyásolják. A szakmai nap egyik legfontosabb témája a májusban bevezetett GDPR alkalmazása a köznevelési intézményekben. Kozák András köznevelési szakértő elmondta, 2 év felkészülési idő előzte meg az általános adatvédelmi rendelet bevezetését, ám a legtöbb intézményben még mindig akadnak nehézségek az alkalmazást illetően. Az uniós adatvédelmi rendelet előírásai tulajdonképpen a hazai adatvédelmi jogban nem újak, hiszen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011-112-es törvény javarészt már tartalmazta azokat a GDPR-hoz képest kevésbé strikt előírásokat, amelyeket az unió jogalkotása GDPR-ban közvetlenül hatályos kötelezen alkalmazandó rendelkezések szintjére emelt.
tulajdonképpen ami jelentős mértékben újdonságot jelent, az az érintettek, gyermekek, tanulók és az ő törvényes képviselőiknek a hangsúlyosabb beleszólási joga személyes adataik, illetve gyermekeik személyes adatainak kezelésébe, a kezelés folyamatába, illetve szigorúbb előírások vonatkoznak az egyes személyes adatok jogalapja tekintetében valamennyi adatkezelőre, így az iskolákra, óvodákra, kollégiumokra, melyeknek a fokozott felelősségét az alapozza meg, hogy közfeladatot ellátó intézménynek minősülnek, így adatvédelmi tisztviselőt kell megbízniuk, és fokozott az adminisztrációs kötelezettségük is. Röviden úgy fogalmazhatnék, hogy gyakorlatilag 4 jelentős terület az, ami a köznevelési intézmények életében a GDPR által érintett. Egyrészt szervezési, adminisztratív, másrészt igazgatási, harmadrészt műszaki, biztonsági, technikai, az informatikai architektúrát érintő változásokról beszélhetünk, de a pedagógiai tartalmi szabályozás, a fogyasztóvédelmi szabályozás területét is érinti az új uniós szabályozó. A felkészülési idő csak nem 2 esztendő volt, hiszen 2016 májusában került kihirdetésre az Európai Unió hivatalos lapjában az általános adatvédelmi rendelet. 2018 május 25-én állt be az alkalmazási kötelezettség, és 2018 július 27-dik napján léptek hatályba a jogharmonizációs rendelkezések az előbb említett infotörvényben, és ennek ellenére azt kell mondani, hogy miután az intézményeknek nagyon sok igazgatási, pedagógiai relevanciájú feladattal kellett novumként megküzdenie az elmúlt időszakban, hiszen a hazai tanügyigazgatási jog változásai is igen dinamikusak, így kevés figyelem az, ami erre a felkészülési folyamatra helyeződött, de természetesen az a pedagógiai szakmai háttér támogatás, amelyet a Nemzeti Pedagógus Kar is, illetve több pedagógiai szakmai szervezet, például a Független Pedagógiai Intézet is nyújt a szakmának, nem elhanyagolható a tekintetben, hogy a felkészülésükben igen konkrét kapaszkodót kapnak, ami a legfontosabb az iratkezelési szabályzatnak, a GDPR-nak megfelelő átdolgozása, belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozók kidolgozása, illetve az érintettek, az intézmények alkalmazottjainak, de leginkább a gyermekek, tanulók és azok szüleinek a felvilágosítása, tájékoztatása mindazokról a tartalmakról, amiket őket, mint érintetteket, hát nagyon súlyosan érintik, ugye a magyar nyelv jól fejezi ki ezt a fajta jogosultságát és érdekeltségét a személyes adatok alanyainak. A hétfői programon emellett az érdeklődők előadásokat hallhattak a digitális tanulás lehetőségeiről, a vezetői életpályamodellről és a Kréta, azaz az idei tanévtől bevezetett új elektronikus naplórendszerről is. Kedves nézőink, ennyi fért a mai esti mérlegbe, tartsanak velünk legközelebb is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!